Az Őszintén az egészségügyről akciócsoport szüntetésén vagyunk. Az akciócsoport 7 érdekképviseleti szervet, szakszervezetet és szakszervezeti szövetséget foglal össze, és a célunk a magyar egészségügy mélyrepülésének a megállítása, ellehetetlenülésének a fenntartóztatása. Legfontosabb követelésünk az egészségügy finanszírozásának a rendbetétele, a élhető, hálapénzmentes és mindenki számára elérhető egészségügy fenntartása. Sándor Mária, gyermekszakápoló vagyok. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek, és köszönöm azoknak a kolléganőknek, akik most is az ágy mellett, a betegek mellett állnak. Azt kérdezi tőlem mindig a médiában, hogy én mit akarok. Mit akarok? Azt, amit ti, kedves magyar állampolgárok, becsületes, minőségi betegellátást, amiért is fizetjük a TB-t. A betegellátást, ápolást a szó szoros értelmében, és nem tűzoltás. Hogy legyen idő az idős emberek mellé leülni, tisztába tenni őket, megetetni, és nem hagyni csukott ajtók mögött meghalni. A méltó halálhoz való jogot kérjük szépen, hogy ne kelljen a fájdalomtól ordítva órákat várni az ellátásra. Csak ehhez kellenek a nővérek, orvosok és a műszak, kell a betegszállító, kell a steril anyagot szállító sofőr, és kell a sterilizáló, kell a működő egészségügy. Kérjük vissza a megbecsülésünket! Pénz, iskolás és a munkánk becsületes elvégzésének lehetőségét kérjük. Akik 2004 őszén a Slide sorozatukkal elérték azt, hogy most is folytathatjuk a Slide-tával. Köszönöm szépen a méltányosságot. Ez mindig is az ápolókra vallott. Engedjék meg, hogy ilyen formában is köszöntsem Önöket itt a munkájunk előtt. És köszönöm szépen, hogy ezeket átadták, ezeket a dokumentumokat. Ahogy elkezdtük a tárgyalásokat, én nagyon bízom benne, hogy rajtunk nem fog múlni. És az utoljára azt szeretném mondani, hogy senkinek nem kell semmitől félni, mert hagyj fejezzem be, mert önöknek mindenben igazuk van. Köszönöm szépen!